Kimaradtak a szakrendelők. Az egészségügyi intézményeknek szánt tavaly évvégi maradvány összegekből nem kaptak az Ibrányban és a Baktalórendházán működő járóbeteg ellátó központok. Veszélyben az ágazat. Az idei évtől már nem számíthatnak a hazai dohánytermesztők uniós támogatásra. Frontok jönnek-mennek, országszerte jelentős felmelegedésre számíthatunk a hétvégén. A hőmérséklet akár 15 fokkal is emelkedhet, ami erősen megviseli az emberi szervezetet. Az egészségügyi intézményeknek szánt tavaly évvégi maradvány összegekből nem kaptak a kórházaktól függetlenül működő szakrendelők. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Ibrányban és a Baktalórendházán működő járóbeteg ellátó központok érintettek, hívta fel szerkesztőségünk figyelmét a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség. A szervezet szerint a szakrendelők éves költségeinek 5,6%-át nem kapták meg évvégén, így az intézményeket fenntartó önkormányzatoknak is többet kell fordítaniuk az egészségügyi központokra. Az év végén kisöprik az úgynevezett kasszamaradványt. Ez azt jelenti, hogy az egészségbiztosítási alapok többletbevételéből származó összegeket az év végén az állam szétosztja az egészségügyi intézmények között a fekvő és járóbeteg ellátásban. 5 éve ugyanolyan alapdíjat biztosítanak a járóbeteg szakellátóknak, így ha csak az infláció mértékével azonos, de valamennyi hiánnyal a szakellátók is számolhatnak az év végére. 2014-ben viszont nem kaptak semmit. Az elmúlt években egyre inkább az a szempont érvényesült, hogy a nagyobb adósságot felhalmozó kórházi szolgáltatók kapják ezeket a maradványösszegeket, és egyre inkább kimaradtak a független járóbeteg intézmények. Ez nem csak egyébként a függetleneket érinti, hiszen a kórházak is sokkal inkább a fekvő ellátások után kapják a kasszamaradványt, nem pedig a járóbeteg szakellátásukhoz köthetően, miközben a költségek ott is nőnek. Azt érzékeli a kórház, azt érzékeli a járóbeteg intézmény, hogy csökken a finanszírozása az előző évekhez képest. Hazánkban mintegy 100 szakrendelő a helyi önkormányzat támogatását is élvezi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több olyan egészségügyi központ van, ahol egy-egy nagyobb lakosságszámú térségben a szakellátást helyben megkaphatják a betegek, azaz nem kell a megyeszékhelyre utazniuk diagnosztikai vizsgálatokért vagy kezelésekért. Van olyan szakellátó, amely már így is finanszírozási gondokkal küzd, sőt nincs elég orvosuk. A Baktalórendházi kistérségi járóbeteg szakellátó központban többek között felnőtt és gyermekszakrendelő, terhesgondozó, belgyógyászat, kardiológia, reumatológia, szemészeti rendelés működik. 29 szakorvos heti 200 órában dolgozik itt. A Baktalórendházi Európa Egészségház részvénytársasági formában működik, melynek 70%-ában a helyi önkormányzat, a fennmaradó résznek a többi település önkormányzata a tulajdonosa. A vezetés elmondta, napi gondokkal nem küszködnek, de jól jönne a többlet támogatás számukra is. Kellene pénz, mert eszközök újrapótlására, illetve amikor még a minimál feltétel nem volt benne, gasztroenterológiai műszereknél azokra kellene pénz, egy 8 millió forint, hát erre nincsen. És nem is tudom, hogy tudjuk majd ezt megoldani. A kistérségi központ a környék 19 településének 35 ezer lakosát látja el, a helyi önkormányzat évek óta hozzátesz az intézmény működési költségeihez. Továbbra is, amennyiben szükséges is a társadalombiztosítási finanszírozás, valamint egyéb források nem fedezik le a működtetést, akkor természetesen önkormányzatunk ott áll a részvénytársaság mellett. Az egészségügyi rendszer újabb átalakítás előtt áll. A Szakellátási Szövetség szerint hiába szeretné a magyar egészségügy a háziorvosi ellátást javítani, annak megfelelő szolgáltatásokat nyújtó járóbeteg ellátásra kell épülnie. Az idei évtől már nem számíthatnak a hazai dohánytermesztők uniós támogatásra, amely szakemberek szerint veszélybe sodorhatja az ágazatot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 16 ezer embernek ad megélhetést a növény termesztése és feldolgozása. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége azt szeretné elérni, hogy a kieső uniós támogatásokat hazai forrásokból biztosítsák annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradhasson a termesztés és megmaradjanak a munkahelyek. 2015-től az Unió már nem biztosít 22,4 millió euró, mintegy 7 milliárd forint szerkezetátalakítási támogatást az ágazatnak. S ha ezt az összeget hazai forrásból nem sikerül pótolni, szakemberek szerint a megszűnés fenyegetheti a dohánytermesztést Magyarországon.
az európai dohánytermelők semmilyen címen támogatást az Európai Uniótól tevékenységükhöz nem kapnak. Innentől indult tulajdonképpen a magyar dohánytermelőknek és az európai dohánytermelőknek is a problémájuk, hogy miután a termelés költségének a megtérüléséhez a felvásárlási árak szinte töredékét jelentik a termelési költségnek, így támogatás igénybe vétele nélkül egy rendkívül veszteséges tevékenységnek a folytatását jelenteni. A hazai dohány nagy részét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében állítják elő. A MADOSZ elnöke kiemelte azt is, hogy az ágazatban foglalkoztatottak 90%-a szakképzettség nélküli, 70%-a nő, valamint 50%-a a romák közé tartozik, akiknek a termesztés megszűnése után szinte lehetetlen lenne az elhelyezkedésük. Bényei Illés azt is elmondta, hogy tárgyalásokat kezdeményeztek az illetékesekkel a termelők további támogatásának megoldásáról, a munkahelyek megőrzéséről, s remélik, sikerül hazai forrásból megtalálni a lehetőséget a dohánytermesztés fenntartásához. Úgy gondolom, hogy hát a végén még nem vagyunk természetesen ezeknek az egyeztetéseknek. Rendkívül pozitív hozzáállás volt, elsődlegesen ezt mondhatom a Földművelési Minisztérium és a miniszterelnökség részéről is ebben a kérdésben. Tárgyalásaink, egyeztetéseink voltak. Tulajdonképpen most már apró pénzre váltódik majd az eddigi egyeztetések. Miután a költségvetést ugye a parlament elfogadta, már EHO közepén megbeszélésen fogunk találkozni a minisztérium illetékeseivel, amikor tulajdonképpen már a nagyságrendről fogunk tudni beszélni. Hozzá kell tegyem mindenképpen, hogy ez a nagyságrend már az elején látszott, hogy közel nem lesz azonos mértékű, mint amit az Európai Uniótól igénybe tudtunk venni. A gazdálkodók bíznak abban, hogy hazai források bevonásával és kiadáscsökkentő beruházások megvalósításával továbbra is érdemes lesz dohányt termeszteni, amely jelenleg több mint 16 ezer ember megélhetését biztosítja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Demonstrációt szervez az MSZP, a tüntetéssel a kormány úthasználati díjai ellen tiltakoznak. A párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján elhangzott, az utak fizetősé tétele további terheket ró a lakosságra, valamint az intézkedés hatására várhatóan jelentősen megnő majd az átmenő forgalom a településeken, hiszen az elkerülő utakat kevesebben fogják használni. Míg az év végén parlamenti vitanapot kezdeményezett az MSZP a tervezett úthasználati díjakkal kapcsolatban, ám ezen a kormánypárti képviselők nem vettek részt. Ennek ellenére bevezették az új szabályozást, amelynek révén fizetőssé váltak az autópályák elkerülő szakaszai, valamint az autóutak. Ennek az az eredménye tehát, hogy január 1-től fizetnie kell az embereknek az elkerülő útszakaszokért, és ez a megyét abban érinti nagyrészt hátrányosan, hogy a megye északi részéről, aki ezt lehetett volna jutni Debrecen, vagy az ország déli része felé, az most már nem tudja az elkerülő autópálya szakaszokat használni, éppen ezért fizetniük kell most már az embereknek, ez semmi más, mint egy újabb sarc, egy újabb adókivetés, újra megsarcolják a magyar embereket. A politikus szerint az intézkedés hatására meg fog növekedni a települések átmenő forgalma, mert a többség az ingyen használható utakat fogja választani. A tájékoztatón azt is elmondták, hogy január 13-án 15 órától demonstrációt szerveznek a 4-es számú főút nyíregyházi autópálya felhajtójánál, ezzel is kifejezve azt, hogy nem értenek egyet a kormányzati intézkedéssel, amelyet a szocialisták szerint vissza kellene vonni, hogy továbbra is ingyen használhassák az autósok az elkerülő útszakaszokat. Országszerte jelentős felmelegedésre számíthatunk a hétvégén. A hőmérséklet akár 15 fokkal is emelkedhet, ami erősen megviseli az emberi szervezetet. Az orvosok szerint migrénszerű fejfájás, fáradékonyság, ízületi fájdalmak jellemzőek a frontra érzékenyeknél. Az időjárás változása a leginkább a szív- és érrendszeri, valamint a keringési betegségekben szenvedőket viseli meg. Előrejelzések szerint a több napon át tartó mínuszok után hirtelen felmelegedésre számíthatunk a hétvégén. Országszerte felmelegszik a hőmérséklet, helyenként akár 10-15 fok is lehet. Ez az időjárás a frontérzékenyeket érinti a leginkább. Ilyenkor gyakran fejfájásra, ízületi fájdalmakra és fáradékonyságra panaszkodnak. Fáj a fejem, nyomja a tarkómat, meg itt a homlok, az acéreg részemet, nekem az kegyetlen.
Több betegnél jelentkezhetnek mellkasi panaszok, heves szívdobogás, illetve időnként fulladás és nehéz légzés. A betegek sok esetben ezekkel a tünetekkel fordulnak segítségért házi orvosukhoz. A frontérzékenység kortól független több korosztályt is érint. Azt el lehet mondani, hogy azért jellemzően inkább az idősek, akik jobban érzékenyek a frontokra, de ugyanúgy a fiatal munkaképes korosztálynak egy jelentős részét is érinti ez a probléma. A házi orvos azt tanácsolja, ilyenkor kerüljék a betegek a megerőltető fizikai aktivitást, gyakrabban mérjék vérnyomásukat, valamint könnyű étrendet állítsanak össze a front ideje alatt. Ami még fontos, hogy a rendszeresen felírt gyógyszereket ebben az időszakban is az előírás szerint alkalmazzák. Érzékeny vagyok a hidegre, a melegre. És rengeteg gyógyszerrel élek, mert ehhez sajnos szedni kell az értágítót, meg szedni kell a fájdalomcsillapítót. Az orvos tanácsait betartva, gyógyszeres kezeléssel az ilyen szélsőséges időjárás könnyebben elviselhető minden frontérzékeny számára. Ma reggel ismét csökkent az üzemanyagok ára, a benzin és a gázolaj is 2-2 forinttal lett olcsóbb, írja az MTI. Benzint így már több mint 80 forinttal kevesebbért tankolhatnak az autósok, mint 3 hónapja. A csökkentéssel a 95-ös benzin literenkénti átlagára 330-331 forintra, a gázolajé 352-353 forintra mérséklődött. A MOL legutóbb szerdán változtatott az árakon, akkor bruttó 4 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi ára, a gázolajé pedig bruttó 6 forinttal. A benzinár több éve nem mozgott 330 forint körül. Egyes szakemberek azt mondják, néhány hónap múlva akár 300 forint is lehet az üzemanyagok literenkénti ára. Európai színvonalú laborban tanulhatnak kémiát, fizikát, biológiát és földrajzot a diákok Máté Szalkán. A korszerű laboratóriumot hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Három hosszabb edzőtábort követően vág neki a fedett pályás szezonnak Bakosi Péter. A nyírsuli magasugrója, aki 5 világversenyen is rajthoz állhat az idei esztendőben, megcélozta a 218 cm-es magyar csúcsot. Hétfőn elkezdődik a megyei futsalbajnokság tavaszi idénye. A hét fordulót a nagypályás szezon kezdetéig letudják a csapatok. Fél időben az Újfehértó Ese 3 pont előnnyel áll a tabella élén. Európai színvonalú laborban tanulhatnak kémiát, fizikát, biológiát és földrajzot a diákok Máté Szalkán. Az Esze Tamás gimnáziumba az ott tanulók és a környék 14 intézményének diákjai járnak át a korszerű laboratóriumba, ami több mint 327 millió forint uniós támogatásból valósult meg, és 2x18 fő befogadására képes. Általános és középiskolás diákok tanulhatnak ebben a korszerű, minden fontos eszközzel felszerelt laboratóriumban, a Máté Szalkai gimnáziumban. A labor 36 fő befogadására képes, ami egy hangszigetelt mobil fallal két teremmé alakítható. Ez egy új távlatokat nyit a gimnázium és a használóknak a számára is. A gimnázium a Gesztor intézmény, és ugye ezen kívül 14 általános iskola használja a labort. Az a cél, hogy minél többen használják. Két terem lett kialakítva. 2018-as csoportban tudnak foglalkozni itt a diákok, és valóban egy európai szinten is versenyképes tudásra tudnak szert tenni, és a legmodernebb eszközökkel tudnak kísérletezgetni, és úgy gondolom, hogy valóban itt egy élmény tanítani. A két termet egy hangszigetelt fal választja el egymástól, egyre többen veszik igénybe. A modern eszközökkel felszerelt laboratóriumban a diákok tanári felügyelettel önállóan is kísérletezhetnek. Elsősorban a tanulák keretein belül kísérleteznek, hiszen ugye rendkívül értékes eszköztár áll rendelkezésünk, tehát tanári segítségre, irányításra mindenképpen szükségük van. Gyakran veszik ugye igénybe, egyébként ennek megvan a maga rendszere, lehet rá jelentkezni, már hosszabb távon is szinte minden óra foglalt. 2013 márciusában indult el a pályázat, és tavaly áprilistól már használatba is vették a labort a diákok. Az intézmény célja, hogy megszeretesse a természettudományi tárgyakat a tanulókkal. A pályázaton belül egy előkészítő termet, egy irodát és egy öltözőt is kialakítottak.
Három hosszabb edzőtábort követően vág neki a fedett pályás szezonnak Bakosi Péter. A nyírsuli magasugrója, aki 5 világversenyen is rajthoz állhat az idei esztendőben, megcélozta a 218 cm-es magyar csúcsot. Amennyiben sikerül megugrania, a 22 éves atléta egyben teljesíti a riói olimpia kiküldetési szintjét. Ideálisnak mondható felkészülés után vág neki a fedett pályás szezonnak Bakosi Péter. A nyírsuli magasugrója még októberben a német válogatott tagjaival Portugáliában kezdte el az alapozást, majd Székesfehérváron edzőtáborozott hazai csapattársaival. Az elmúlt év végén Stuttgartban ismét a németekkel közösen készült a 22 éves fiatalember, aki a felmérések szerint kitűnő fizikai állapotban várja a versenyszezont. A teszteredmények meg a kinti technikai edzések, meg itthon, amikor felutaztunk Budapestre, nagyon-nagyon jó állapotban van. Úgy gondolom, hogy eddig valaha a legjobb állapotban most van. Olyan edzések vannak mögötte, eddig elkerülte a megfázás, ami általában mindig veszélyes rá. Azt gondolom, hogy nagyon jó eredmények várhatók tőle. Fedett pályán szeretné részt venni a fedett pályás felnőtt Európa-bajnokságon, amire a szintet még nem tudjuk, mert a Magyar Atlétikai Szövetség még nem írta ki a részvételi szintet, de én azt gondolom, hogy ennyi 225-226 cm-t, ha ugrana Péter, akkor azzal részt vehetne a prágai fedett pályás Európa-bajnokságon. Péter egyéni csúcsa 223 cm, és mivel eddig minden évben javított a legjobbján, természetesen idén is szeretne előrébb lépni. A cél a 228 cm-es magyar csúcs beállítása. A célom az, hogy egyéni csúcsot ugorjak, de én még nagyobb magasságra tettem fel a létszet, mivel szeretném megugrani a magyar csúcsot, és ezzel ugyebár az olimpiai szintet is megcsinálni. A célversenyem a fedett pályára ugye a prágai fedett terbi lesz. A fedett pályás Európa-bajnokságot követő szabadtéri szezonban 4 világversenyen is rajthoz állhat Péter. A csapat Európa-bajnokságon és a fő nyári versenyének számító tallini U23-as Európa-bajnokságon biztosan ott lesz a nyíregyházi atléta. A dél-koreai univerziádén való részvétel még kérdéses, a pekingi felnőtt világbajnokságra pedig 228 cm a kvalifikációs szint, amelynek teljesítése egyben a riói olimpiára való belépőt is jelenteni Péter számára. Hétfőn elkezdődik a megyei futsalbajnokság tavaszi idénye. A hét fordulót a nagypályás szezon kezdetéig letudják a csapatok. Félidőben az Újfehértó Ese 3 pont előnnyel áll a tabella élén. Az MLS megyei igazgatósága 2013-ban az országban elsőként indította el a megyei futsalbajnokságot. Az akkori 9 csapatból egy lemorzsolódott, de 8 együttes nekivágott a második szezonnak. Az őszi 7 meccset követően az Újfehértó Ese 6 győzelemmel és egy vereséggel áll a tabella élén, 3 ponttal megelőzve 3 együttest. Az őszi bajnokságról azt el kell mondani, nagyon kiegyensúlyozott volt. Ugye a csengeri csapat annak köszönhetően, hogy az NB2-be is indult, itt most a megyei bajnokságban a fiatal ifista játékosait játszhatja. Ennek megfelelően ugye nagyon meggyengültek, viszont nagyon tudatosan építkeznek, hiszen az NB2-t részesítik előnybe, és így most jelenleg úgy néz ki az őszi szezont követően a tabella, hogy az Újfehértó vezeti ezt a tabellát, és 3 pontra lemaradva 4 csapat követi őket, a Monbebe, a Nagy Cserkesz, a Máté Szalka, és tehát nagyon sűrű a tabella, bárki végezhet, még azt hiszem ebből a 4 csapatból bárki végezhet az elején, az első helyen, úgyhogy érdemes lesz majd kilátogatni a mérkőzésekre. A szervezők szerint minden szempontból bevált a hétfői játéknap. Általában ugye ezek a futsal játékosok itt a megyei osztályban 90-95%-a nagypályázik, tehát nagyon kevés olyan van, aki nem játszik nagypályán. És ugye a nagypályás mérkőzések mindig hétvégén vannak, vagy edzőmérkőzések, bármi, és azt követően hétfőn szinte sehol nincs edzés. És pont ezért a hétfői nap olyan, hogy el tudnak jönni. Persze vannak olyan nagypályás csapatok, ahol nem szívesen engedik el a játékos, nem nézik jó szemmel. Ezért alkottuk úgy, főleg a tavaszi szezon tudjuk úgy megalkotni, ugye most már január 12-én el is indulunk, és március elején, amikor elindul a nagypályás szezon, be is fejezzük, pont ezért a negyen ütközés. Egyrészt ugye az egyesületek vezetőivel sem jó, hogyha nincs jó kapcsolat, és ne legyen konfliktus, másrészt pedig a játékos védelmében is, hiszen hogyha valaki játszik hétvégén, végigjátszik vasárnapira egy meccset, akkor az izomzata azért meg van terhelve, és akkor nem biztos, hogy hétfőn sérülés nélkül meg tudja játszani a futsalmérkőzést, és azt hiszem, bevált ez a hétfő játéknap, és igazából a csapatoktól is pozitív visszajelzések érkeznek, úgyhogy maradtunk a hétfő játéknapnál. A hétfői forduló párosítása a következő: Csengel Nyírbátor, Újfehértó Monbebe, Gyulaháza Nagycserkesz és Oros Máté Szalka. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Az egészségügyi intézményeknek szánt tavaly évvégi maradvány összegekből nem kaptak a kórházaktól függetlenül működő szakrendelők. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Ibrányban és a Baktalórendházán működő járóbeteg ellátó központok érintettek, hívta fel szerkesztőségünk figyelmét a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség. A szervezet szerint a szakrendelők éves költségeinek 5,6%-át nem kapták meg évvégén, így az intézményeket fenntartó önkormányzatoknak is többet kell fordítaniuk az egészségügyi központokra. Az idei évtől már nem számíthatnak a hazai dohánytermesztők uniós támogatásra, amely szakemberek szerint veszélybe sodorhatja az ágazatot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 16 ezer embernek ad megélhetést a növény termesztése és feldolgozása. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége azt szeretné elérni, hogy a kieső uniós támogatásokat hazai forrásokból biztosítsák annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradhasson a termesztés és megmaradjanak a munkahelyek. Országszerte jelentős felmelegedésre számíthatunk a hétvégén. A hőmérséklet akár 15 fokkal is emelkedhet, ami erősen megviseli az emberi szervezetet. Az orvosok szerint migrénszerű fejfájás, fáradékonyság, ízületi fájdalmak jellemzőek a frontra érzékenyeknél. Az időjárás változása leginkább a szív- és érrendszeri, valamint a keringési betegségekben szenvedőket viseli meg. A Kölcsei Televízió pénteki híradóját látták, szombaton és vasárnap heti hírösszefoglalóval várom majd Önöket, friss hírekkel pedig hétfőn jelentkezünk, tudósításaink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra! Holnapra megenyhül az idő. Erős nyugati áramlással időjárási frontok sorozata vonul át fölöttünk, az elmúlt napokhoz képest jelentősen melegebb, szeles időjárást okozva. Éjszaka erősen felhős lesz az ég, esőre, az esti órákban pedig térségünk keleti részén ónos esőre lehet számítani. A nyugatias szél megerősödik, a magasabban fekvő területeken pedig viharossá fokozódik. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton sok lesz a felhő fölöttünk, majd a délutáni óráktól felszakadozik a felhőzet, a nap első felében várható kisebb eső, a délnyugati szél pedig időnként megélénkül, délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, szombaton melegfronti hatásra kell számítani. Vasárnap is felhős, de enyhe időre lehet számítani a nap második felében esővel, ami a magasabban fekvő területeken estétől havazásba vált majd át. A jövő hét első napjaiban sok lesz a napsütés, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet a nappali órákban fagypont fölött, reggelente kevéssel fagypont alatt alakul.